Sziasztok, Rikári Vlog, programajánló kis kihagyással, sajnos a múlt heti is ki kellett, hogy maradjon, de most így húsvét előtt mindenképpen úgy gondoltam, hogy meg kell csinálnom a programajánlót, és igyekszem nem kihagyni részeket, de sajnos a tavaszi fáradtság és a munka frontja miatt nem nagyon volt energiám videózni és programajánlózni, ezért elnézéseteket kérem, most viszont újra itt vagyunk, és ajánlom nektek a húsvéti hosszú hétvégére és az utána való hétre a programokat. Most elnézést kérek a tagoktól, hogy nem ment ki előre a programajánló. Múlt héten elkezdtem már összeszedni a dolgokat, de hát annyi program volt privátban is, meg mondom a munka frontján is, hogy gyakorlatilag nem tudtam vele haladni. Rendhagyó módon a programajánlót most könyvajánlóval kezdem. Nem tudom, emlékeztek-e, tavaly meséltem és bemutattam talán egy unboxingban egy kedves volt kollégámnak, akivel még a vasútnál együtt dolgoztunk, ő még most is ott dolgozik, én már ugye rég nem, a könyvét, ugye egy balkáni utazásról, amit én nagyon jót szórakoztam, egy nagyon jó kis, hát nem csak útikönyv volt, mert egy ilyen kis kaland, meg egyebek, meg ugye több rétege van, kultúra, történelem, ilyesmi, tehát nekem nagyon tetszett az a könyv is, annak az volt a címe, hogy Isten akarata, és egy ilyen jó, bebaszós, részeges balkáni utazásról szólt, úgyhogy volt benne minden kaland és kultúra és történelem, és nekem nagyon tetszett, és hát mi olvasók rábeszéltük Janót, Pálinkás János a szerző, hogy írjon még egy könyvet, hát nem kellett nagyon rábeszélni, de én is jeleztem neki, miután hosszú hónapok után végre a szabadságom alatt volt időm elolvasni a könyvét, hogy ez nagyon tetszett, és még ilyet. És még ilyet, az a címe, ott a kamera, hogy motor, bicikli. Na most nem egy motoros túráról van szó, ez egyszerűen a mottóhoz kapcsolódik, és az egyik fő vonulatához a történetnek, nevezetesen a élet olyan, mint a motor, bicikli, csak be kell rugni és megy. Hát ezt ismerjük, ezt az örök igazságot, és ez lett ennek a könyvnek a mottója, de mondom, nem csak a részegeskedésről szól, hanem egy nagyon jó kis útleírás, és ráadásul még vicces is. Mondta Janó, ugye én ott voltam a könyvbemutatón múlt héten, és ott vásároltam meg ezt a könyvet. Mondta Janó, hogy az előzőt egyáltalán nem viccesnek szánta, de így a, hát főleg az ilyen italozós dolgokból elég vicces jelenetek jöttek ki, és a stílus, Janónak a stílusa ezt elég viccesen hozta ki ezeket a sztorikat, és most már tudatosan erre törekedve írta ezt a könyvet, és ajánlom figyelmetekbe. Szerintem könyvesboltban nem kapható, de itt az elején itt van, ja, egyébként dedikálta is nekem, természetesen. Őről egyébként láthattatok már kis, hát nem filmet, de ilyen kis riportot a nem a Rikári Vlog, hanem a Rikári csatornán, amikor kiállítása volt, mert hogy ő egyébként festőművész is. És majd lehet, hogy be is linkelem ide azt a videót. És itt majd most bemondom, hogy a palinkas.janos.istenakarata@gmail.com címen lehet megrendelni, tehát ez egy ilyen kis magánkiadás. Amúgy valamelyik, azt mondja, Kudarc Közhasznú Ifjúsági Egyesület, tehát akkor az ottani egyesületük adta ki ezek szerint. Az előzőt valami másik kiadónál adták ki, de most ebben nem menjünk bele, ez nem ide tartozik. Szóval nagyon jó kis olvasmány, én nagyon jót szórakoztam rajta, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe. Motor, bicikli, az a címe, itt lesz a leírásban a könyv megrendelhetőségének a lehetősége. Majd bemutatom egyébként a live-ban is, mert hogy a következő program, amit ajánlok nektek, következő két program, amit ajánlok nektek, az az egyik, az a Rikári Live, amely március 20-30-án, tehát március 30-án, nagy szombaton, már nem
Felvidéken, Szlovákiában Nagyszombaton, hanem a Nagyszombat napon lesz megtartva, húsvét előtti szombaton, húsvéti hétvégén, remélem sokan ráértek és nézni fogjátok, 20 órakor szombaton lesz a Rikári Live, ugye a főcsatornán, a Rikári csatornán lesz a fő live, és szerintem most mivel hosszú hétvége van, ezért tartunk aftert is. A fő live témájában én aktualitásokat szeretnék hozni, egyrészt a közlekedés fejlesztésből, másrészt a közéletből, úgyhogy izgalmasnak ígérkezik a live, gyertek, tartsatok velünk, remélem sokan leszünk, és remélem, hogy élvezni fogjuk a live-ot. Úgyhogy 20 órakor a Rikári csatornán szombaton, március 30-án élőadás, és 22 óra körül, amikor az alapélő véget ér, akkor a Rikári vlog csatornán after. És akkor nézzük a fizikai programokat, ahova el lehet menni, amihez nem csak a gépet vagy a telefont kell bekapcsolni, illetve hát már ehhez sem, mert ehhez e-mailt kell írni, aztán meg kell venni, és el kell menni érte, vagy hozza a futár, vagy nem tudom, hogy, mert én ugye személyesen vásároltam meg, és akkor kézbe lehet venni, és lehet olvasni. Itt viszont ezek olyan programok, amikre el lehet menni. Hát az egyik az ma lesz, csütörtök reggel teszem ki ezt a programajánlót, korábban szerettem volna. Országos bringalámpa számlálás, ez minden tavasszal és ősszel van, hát szerintem még lehet jelentkezni, ez egy ilyen önkéntes dolog, ugye egy ilyen közlekedés biztonsági akciója a kerékpáros klubnak, ugye mindig felhívják rá a figyelmet, hogy főleg aki sötétben is közlekedik, legyen lámpája, ugye napközben nem azt nem tudom, hogy felszerelésként kötelező-e napközben, de ugye használni napközben nem szoktuk, viszont éjjel, illetve sötétben rossz látási viszonyok között nagyon jó szolgálatot tesz, és megéri használni, ha az ember élve akar maradni, és akkor egy ilyen önkéntes, igazából nem egy bonyolult dolog, bringalámpa számlálás történet van. Hát én mondjuk pont kocsmában leszek, mert hogy képzeljétek el, bezár a Rákos rendezői kocsma, és egy ilyen búcsú sörözést rendezünk. Nem tudom még, hogy mikor zár be, ezt akkor fogjuk megtudni, de most még nyitva van, és ugye sokszor voltunk ott, de mivel ott is van kerékpáros közlekedés, lehet, hogy fogunk este bringalámpát számolni. Nem tudom, hogy kell-e előre regisztrálni, itt van a link, meg tudjátok nézni, úgyhogy aki még időben megnézte a videót, és épp nincs programja estére, és szeretne egy kicsit a közlekedés biztonság oltárán áldozni egy, azt hiszem, fél órás történet, az megteheti, és köszönjük szépen, és köszöni szépen a Magyar Kerékpáros Klub is, és mindenki, akinek az életét ezzel megmentjük. Na, nem akarok ilyen nagyon hangzatos lenni, kicsit messzire mentem, menjünk a további közlekedési programokra, és akkor kisvasút. Kisvasút, mert hogy nagyon sok kisvasúti program van, egyre több kisvasút közlekedik, ugye itt a tavasz, vannak olyan kisvasutak, ahol most van ugye a szezonnyitó, úgyhogy ezekről foglak most titeket tájékoztatni. Először is Kemencén, ahol már úgymond jár a kisvasút, bár igazából most van a szezonnyitó, de már ment a kisvasút idén, meg ugye a szezonon kívül is ilyen egy-egy nap gőzösözés már volt. Most lesz ezen a hétvégén a szezonnyitó, 29-től közlekedik a kemencei kisvasút, vagyis holnaptól, vagyis péntektől, nagy péntektől, viszont 30-án szombaton, a live-om napján, Fekete-völgy varázsa, sinen innen és túl, ez egy ilyen túra lesz, ugyanis valaha ez a kemencei kisvasúti hálózat, ez hosszabb volt, és ugye a Csarna völgyében még megvannak a sinek, és ott lógnak, és
kimosta a patak, meg ilyenek, és hát ugye itt nagy viták mennek természetvédelmi szempontból, hogy ez újjá legyen-e építve kisvasútként, vagy úgy kell hagyni, hát egyelőre úgy kell hagyni, viszont gyalog bejárható ez a terület, mellette vezet nagyjából párhuzamosan vele, valahol közvetlenül mellette a turistaút, és egy ilyen kirándulás lesz, vezetett, szervezett kirándulás 30-án. Azt hiszem, hogy még ilyen jógázás, meg ilyenek is tartozik hozzá, úgyhogy akit a kirándulás érdekel, vagy éppen a jógázás, vagy éppen mind a kettő, az jelentkezzen, Facebook esemény link a leírásban. Aztán azt már mondtam, hogy indul a kemencei kisvasút, de nézzük, hogy milyen kisvasúti programok lesznek még. Március 29-én és 30-án a Csömödéri kisvasúton Zala megyében húsvéti express és kincskeresés, tehát ez több, mint vonatozás. Gondolom, ilyen gyerekeknek lehet jó ez a kis program, hogy nekünk is annak idején a húsvéti tojásokat, meg nyuszikat, meg csoki nyuszikat meg kellett találni. Emlékszem, hogy egyszer gyerekkoromban nagyon nehezen találtuk meg az utolsót, és akkor mondta anyu, hogy még van egy valahol, és akkor nem is tudom, nagyon sokáig kerestük, és végül kiderült, hogy az ágynemű tartóban volt. Arra már nem emlékszem, hogy csoki tojás volt, vagy csoki nyuszi, de jó kis móka volt ez gyerekként. Aztán, ha valaki Budapesten szeretne nosztalgia programot és kisvasúti programot, akkor a Gyermek Vasút nagyon gazdag programot kínál. Természetesen a húsvéti hétvége minden napján közlekedik a gőzös. 29-én, 30-án és április 1-én, hogy vannak a napok? Ja, 31 napos a március. Aha, tehát hogy 31-én nem, tehát vasárnap pont nem, de pénteken, szombaton és húsvét hétfőn közlekedik a Nosztalgia motorkocsi is, és majd jövő héten, ami ugye iskolaszünet, tehát ez hétköznapra van ez a program berakva, gondolom. Hát lehet, hogy nem tudom, hogy miért, mindegy, ebben most nem menjünk bele, lehet, hogy azért, mert kisebb a forgalom, és jobban befér a menetrendbe. C50-es, tudjátok, a kis erdei vasúti mozdony is fog közlekedni újra a gyermekvasúton április 4-én és 5-én, azaz jövő héten, csütörtökön és pénteken. Aztán a Tisza mentén is lehet egy picit kisvasutazni, Tisza-Kécskén húsvéti külön vonat fog indulni, ennek az egyetlen egy nehézsége, hogy ez húsvéti külön vonat, tehát még nem indul el a szezon, azt még nem tudjuk, az még nincs kiírva, hogy mikor indul el a szezon, de az ki van írva, hogy húsvéti külön vonat lesz, most nem is tudom, hogy melyik nap, de mindjárt megnyitjuk. Húsvéti külön vonat fog közlekedni, ami nagyon fontos, hogy ezek a külön vonatok, ezek regisztrációhoz kötöttek, tehát telefonálni vagy e-mailt kell írni, úgyhogy minél előbb, mert nem biztos, hogy hétvégén lesz a hivatal, még ma próbáljátok meg jelentkezni rá, hogyha szeretnétek vele utazni. Aztán szezonban majd lehet menetrend szerint is kisvas utazni Tisza-Kécskén, de mondom, még nem tudom, hogy mikor indul a szezon, amint tudomást szerzek róla, megírom nektek, illetve titeket is kérlek, mert itt lesznek olyan dolgok, amiről én egyszerűen nem találtam googlizással információt, és annyit, hogy mindenhova e-mailt írjak, meg oda telefonáljak, arra nincs kapacitásom, úgyhogy ha ti tudtok valamilyen konkrét dolgot, akkor kérlek, hogy írjátok meg nekem, akár olyan, ami kimaradt a programajánlóból, bár ami már elmúlt program, és kimaradt, azt maximum akkor, hogyha ismétlődő program, mert akkor, és ha megírjátok a linket, vagy hogy hol lehet utána nézni, vagy hogy mikor lesz a következő, akkor azt tudom közkincsé tenni a következő valamelyik programajánlóba. Szóval a kemencei szezonnyitót mondtam, másik szezonnyitó március, bocsánat, mondtam, hogy 30-án lesz a külön vonat Tisza-Kécskén, tehát szombaton, az is a live-om napján, a szombaton lesz, a kemencei az pénteken indul, aztán lesz szezonnyitó a Bezinavölgyi erdei vasúton, azaz a SZOB Mária Nostra nagyirtás puszta kisvasúton,
ez március 30-án lesz, tehát szombattól közlekedik a Szobi-Kisvasút, úgyhogy hát még Budapesttől sincs messze, úgyhogy lehet kisvasutazni tényleg egyre több helyen, ajánlom ezt figyelmetekbe. Aztán, amiről nem találok információt, az a Veresegyházi medve otthonnak a kisvasútja, a medvevasút. Én úgy értelmezem, hogy már közlekedik, de nincs, nem találtam egyértelmű leírást, hogy mikortól. Azt láttam leírva, hogy márciusig nem közlekedik, hogy az március eleje vagy vége, és március végén már közlekedik-e, azt nem tudom. Elvileg ugye azt hiszem, hogy hétvégente közlekedik, akkor áprilistól reméljük. Úgyhogy erre most így feltételesen hívom fel a figyelmeteket, aztán ha találok róla infót, akkor a kérdőjel helyére beírom, hogy közlekedik és hol a link. És szintén ettől a hétvégétől közlekedik Sopron mellett, Nagycenken, a Múzeum vasút, a Nagycenki kisvasút, a Széchenyi Múzeum vasút, úgyhogy oda is lehet menni, Nyugat-Magyarországon is lehet kisvasutazni, tényleg most már így, hogy kitavaszodott, az ország minden táján lehet kisvasúti programot találni, és nyilván voltak azok a kisvasútak, vagy vannak azok a kisvasútak, amik egész évben közlekedtek télen is, mint például a Mecseki kisvasút, mint például a Lillafüredi, azt hiszem az egész télen ment hétvégén, mint például a Gyermekvasút, mint például a Börzsöny, az is nem szob, hanem előtte Királyrét Kismarosnál lehet átszállni ugye a vonatról. Ezek is természetesen mind közlekednek, illetve amiknek a szezonnyitóját már bemondtam, Gemenctől kezdve, most hirtelen nem tudom az összes kisvasutat felsorolni, elnézéseteket kérem. No, aztán húsvéti program, majd most ezt meg is kell nézni, hogy ez melyik nap van pontosan, mert hogy gőzösözni nagyvasútra is lehet menni ezen a hétvégén. Március 31-én, húsvét vasárnap, egyrészt gőzfelhős húsvét Gödöllőn a Mávrél Tourszal. Nem tudom, hogy lehet-e még rá jegyet venni. És ennek keretében, ugye ez egy gödöllői kirándulás, egynapos, ott el lehet menni a kastélyba, vagy lehet szabad programot csinálni, ez szabadon választott. És amíg a résztvevők a programokon vesznek részt, vagy éppen szabadon kószálnak, város néznek Gödöllőn, kirándulgatnak, addig a gőzmozdony nem tétlenkedik, hanem egy másik programot szerveztek erre az időszakra, ugyanis a gőzmozdony tovább megy 60-ba, és onnan vissza, gőzfelhős pendli néven, úgyhogy arrafelé ritkábban lehet gőzöst fotózni manapság, vagy gőzössel utazni, ezt is ajánlom figyelmetekbe, nem tudom, hogy van-e még hely, és hogy lehet-e még jelentkezni, de hát ha ezek azért nem mindegyik szokott teljesen megtelni, de nem vagyok benne biztos. Úgyhogy nézzétek meg, itt vannak a linkek a leírásban, és hát ha még tudtok jelentkezni. És hát nyilván ajánlom figyelmetekbe, mint minden programajánlóban, a Rail Tours-nak a többi utazását is. Ott van a honlapon, nem fogom az összeset felsorolni, mindig az aktuálisakat fogom mondani, és természetesen továbbra is ajánlom a CRS-nek a hasonló utazásait, amelyek hát most nem lesznek, hanem majd májustól folytatódnak, nagyon jó utak lesznek, érdemes böngészni, mert ugye ezek is, mint általában a Rail Tours útjai is, a CRS útjai is beszoktak telni, úgyhogy ha valamelyik érdekel, akkor itt a leírásban a link, és jelentkezzetek, böngészetek, gondoljátok át, hogy melyiket engedhetitek meg magatoknak, akár szabadidő, akár pénztárca szempontjából. Azért ezek a nem mindegyik olcsó, tehát azért vannak itt elég komoly utazások is, többnaposak és ilyenek. Hát nekem is van olyan, ami évek óta bakancslistás, de vagy idő, vagy pénz miatt nem sikerült rajta még részt vennem. Aztán akkor bőrzézzünk,
bőrzézzünk. Húsvétkor sem maradunk modell bőrzék nélkül és veterán programok nélkül. Óbuda bőrze, húsvéti kisautó bőrze lesz március 30-án szombaton Óbudán. Most a pontos helyszínt azt nem tudom, de a link a leírásban megtalálható. Azt mondják, hogy jó szokott lenni ez az óbudai bőrze is, én még nem voltam, ugye én modellbőrzére azért viszonylag ritkán megyek, hiszen nem adok-veszek modelleket, de szeretni szeretem és érdekel, úgyhogy majd egyszer-egyszer lehet, hogy kinézek ilyen programokra. Aztán a Vasút Történeti Parkban, ahol bár ugye ugyan már ilyen előszezonos nyitvatartás van a... Most is nyitva van a Vasúttörténeti Park, de illetve most még nem, mert 8 óra 48 van, és azt hiszem 10-kor nyit ilyenkor előszezonban, de az igazi nagy szezont húsvét hétfőn nyitják meg, és itt azt hiszem, hogy programok is lesznek, ha minden igaz. Igen, színpadi programok, állatsimogató, nyuszikeresés, tehát itt is ilyen főleg gyerekeknek izgalmas, de hát amúgy a vasúttörténeti park mindenki számára érdekes szerintem, tehát még a nem vasútbarátok számára is, tehát annyi érdekesség meg technikai csoda tekinthető meg, hogy nem csak gyerekeknek ajánlott, bár itt kifejezetten gyerekprogramok lesznek, Vagabanda, Tavaszköszöntő, Portéka színpad, Vau és Miau, húsvéti bábelőadás, valamint Liba vonat zenekar koncertje, ez jó hangzik, ezt meghallgatnám, biztos jó pofa, szeretem az ilyen gyerek műsorokat, de sajnos nincs gyerekem, úgyhogy viszonylag ritkán veszek ilyeneken részt, maximum ha valamilyen rendezvényben belefutok. Úgyhogy kézműves műhely, arcfestés, nyuszikeresés, állatsimogató, kertivasút, azok már állandó programok, ezek várhatók a húsvét hétfői vasúttörténeti parki szezon nyitón. Aztán, hát akkor ezek szerint nem sorba mondtam, de ugye ez eddig modell volt, aztán vasúttörténeti park, aztán most jön a oldtimer veterán autós történet. Nagypénteken oldtimer kiállítás és bőrze, de azt nem néztem meg, hogy hol, de már is megnyitjuk. Bocsánat, azt véletlenül elfelejtettem odaírni. Oldtimer Klub Pécs eseménye, akkor ez Expo Center Pécs, tehát ez Pécset lesz. Pécsi bőrzére, nem akarok facebookozni, csak ugye földob a facebookra, mert ott vannak az esemény linkek többnyire. Szóval oldtimer kiállítás és bőrze lesz, jó nagy buli pénteken, nagy pénteken Pécset. Aztán Chrono Classic Superkupa, ez egy ilyen, hát ha jól veszem ki, akkor egy ilyen veterános verseny, mondjuk ez jövő hétvége, tehát a húsvéti hétvégén úgy látszik, hogy csak ez az egy veterános program lesz, 4. hó 6-án, jövő szombaton, aztán Kaposvárot tavaszi technik piknik, az jövő vasárnap, 4. hó 7-én, egy kicsit előre tekintünk, nézzétek el nekem, rá lehet jobban készülni, illetve Pápán is lesz veterán kiállítás és bőrze, az is jövő hétvégén, 4. hó 7-én, ezt majd a jövő hetiben is, ha remélem nem marad el, abban is be fogom mondani, illetve a rendszeres program a Nyírtéti piac téren a alkatrész és kisállat bőrze, illetve amit még most elmondok, ami szintén jövő hétvégi program, az külföldi program, ami modellezőket esetleg érdekelheti, bár aki olyan szinten modellezik, hogy elmegy külföldre modelleket nézegetni, az valószínűleg tudja, Tulln-ban, Ausztriában április 5-től 7-éig, tehát péntek, szombat, vasárnap lesz Modellbautage, vagyis
modell építési napok, vagy nem is tudom, hogy fordítsam, egy nagy modellező rendezvény, úgyhogy ezt is ajánlom figyelmetekbe, de ez még a jövő hét programja. Hát én azt hiszem, hogy elég színes programok vannak, egyet majdnem elfelejtettem mondani, pedig ezzel is akartam kezdeni, ugyanis nyílt egy kiállítás a metróban Budapesten, és ez már látogatható, de nem úgy, ahogy mi gondoljuk, és majd ennek a linkjét is beteszem a leírásba. A 2-es metrónak a peronjáról érhető el, és egyébként csak vezetett túraként, tehát csak vezetéssel látogatható, a régi KFM központi forgalmi menetirányító helyiségben, hiszen azt onnan elhelyezték, régen ott volt a Deák téren a 2-es metrónak az irányító központja, ezt áthelyezték a felújításkor a 2000-es években onnan, és ezt az üresen maradt helyiséget egy ilyen kis üzemi kiállítássá rendezték be. Nagyon érdekes dolgok vannak, különböző dokumentumok, a régi pult, mindenféle emlékek, és még egy régi EV metrókocsinak az eleje is ki van állítva, tehát hogy egyszerűen le van vágva a metró eleje, és oda be van téve, hogy azt tudja, hogy játszották be, azt nem tudom, de nagyon érdekes lehet, itt mindenféle ilyen polgári védelmi eszközök, tehát tényleg a metró életéből nagyon érdekes dolgok. Viszont vezetett túrával látogatható, és a jövő hétvégi alkalmakig van meghirdetve. Két alkalom már elmúlt, kettő a jövő hétvégén lesz, ezek már sajnos beteltek, de azért beteszem a linket, mert hogyha majd újakat hirdetnek meg, akkor érdemes figyelgetni, és ellátogatni oda, majd én is megpróbálom figyelgetni, és felhívni időben a figyelmet, bár ezek az ilyen BKV-s rendezvényeken elég hamar beszoktak az ilyen érdekes programok telni, bár ez valószínű, hogy ez egy ilyen állandó program lesz, nem tudom, hogy milyen gyakorisággal fogják megrendezni, jelen pillanatban még ingyenes, csak már nincs hely, lehet, hogy később fizetős lesz, és akkor nem lesz akkor az érdeklődés, és akkor majd be lehet jutni, nem tudom. További információim nincsenek, minden esetre egy nagyon érdekesnek ígérkező kiállítás. Én még nem láttam, de én is szeretném majd megnézni, és nektek is ajánlom a figyelmetekbe. Hát ezzel én lezárom a programajánlót, mert így is nagyon hosszúak lettünk, majdnem fél órásak. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok nektek, jó pihenést nektek is és magamnak is, találkozunk a live-ban, és szeretném a hosszú hétvégét arra én is kihasználni, hogy a különböző készülékeken és a Winchestereken és a gépek tárhelyein sorakozó anyagok feldolgozásával haladjak, és szeretnék egy kicsit előre dolgozni, remélem, hogy sikerülni fog. Igazából sok programot nem szerveztem magamnak húsvétra direkt ezért, mert itt a lakást a körletrenden kellene egy kicsit dolgozni, és a videókkal kicsit utolérni magam. Úgyhogy még egyszer kellemes ünnepeket, sok locsolót, ne rúgjatok be nagyon locsolkodáskor, húsvét hétfőn inkább egyetek piros tojást. A festékes piros héját azt ne. csak a tojást vagy a csokit belőle. Na sziasztok! Csüssz!